mindenkinek is üdv újra a csatornán, a fesztiválra készülődő sorozatom utolsó videóját láthatjátok, ahol is a bőrdekorációk, illetve a hajdekorációké lesz a főszerep. Nos, a fesztiváloknak elengedhetetlen eleme az, hogy nem csak a ruhánkba, illetve a frizuránkba legyünk ott a toppon, hanem nyugodtan bátran használjunk egyéb kiegészítőket is, mint például a mai videóban bemutatott aranytetoválás, vagy éppen különböző hajdíszek, esetleg valamilyen extrém színű sminktermék. Nos, kezdjük is az egész videót azzal, hogy három csoportra bontottam az én kedvenc elemeimet, amik szerintem nagyon jól passzolnak egy fesztiválos megjelenéshez. Az első természetesen a sminktermékek csoportja lesz. Szerintem a fesztivál az az időszak, amikor nyugodtan félretehetjük a megszokott kis barna nút palettánkat, és elővehetjük azokat az élénk színeket, amelyekre egész évben várunk, hogy mikor viselhetjük már, legalábbis én így vagyok ezzel. A sminkünk szempontjából a legkönnyebb önkifejezési mód a szemhéjunkon zajlik. Ugyanis rengeteg nagyon színes, nagyon élénk szemhéjpúder létezik, amelyek elsőre riasztóak lehetnek, de ezeket is nagyon szépen lehet viselni önmagukban. Például tegyük fel, hogy ezt a sárgát nagyon jól lehet kombinálni mondjuk egy ezüst, vagy egy türkiz, vagy egy kék tusvonallal, amitől már is sokkal extrább lesz. És akkor ne feledkezzünk el arról, hogy aztán a színeknek a kavalkádja véget nem érő lehet a személyünkön, amit, ahogy említettem is az előbb, ki tudunk egészíteni különböző színű tusokkal. Ami klasszikusnak számít ezen a vonalon, az az arany és az ezüst tus, de ezt is lehet még extrázni, és ahogy látjátok ma, én is egy pinkes árnyalatú szemfestékre tettem rá egy arany tusvonalat, illetve az ajkaimon egy barackos rúzs van, amire arany szemhéjport ütögettem rá, és már is átváltozott az egész sminkem egy kicsit őrültebbé, egy kicsit vadabbá, szóval a szemhéjpúderek mellett ott vannak a tusok is. Ezekkel nem csak tusvonalat tudunk készíteni, de tudjuk tenni akár a szánkra is egyéb díszítőnek, illetve különböző mintákat is rajzolhatunk velük a homlokunkra, halántékunkra, lehet pöttyökelt vonalakat, aszték mintákat, indiai motívumokat festeni magunkra. Ezek mind-mind nagyon kreatív lehetőségek így a tus felhasználás tekintetében. Aztán ott vannak a vízálló szempilla spirálok, aminél érdemes a használatot úgy alkalmazni, hogy először készítünk egy jó, betonbiztos, szép, fekete alapot, és aztán húzzuk rá a színeket, hogy még szebben kiemelje a tekintetünket. Ami mindenképpen ajánlott, hogyha sminkterméket választunk fesztiválra, az az, hogy próbáljunk meg vízálló termékekben gondolkodni, hiszen a tartóságot tudjuk ezzel növelni. Ne feledkezzünk el a csillámporokról sem, a szemhéjra, illetve az ajkakra téve azzal is nagyon jól fel tudjuk dobni a sminkünket. Két fesztivál frizura ötletet már mutattam nektek, illetve a YouTube-on is rengeteg egyéb ötlettel találkozhatok. Azonban, hogyha valaki nem igazán kedveli a hajával való bíbelődést, és inkább az egyszerűbb dekorációkra szavaz, akkor határozottan ajánlom például a kalapviseletet, ami azonnal fel tudja dobni az outfitet, és nem mellesleg véd a napsugarak ellen, úgyhogy a kalap használata az mindig egy Jolly Joker opció. Aztán ott vannak a virágos hajpántok, hajdíszek, amelyek a fesztiválok elmaradhatatlan elemei, hogyha a hajdekorációt nézzük. Nos, ezek készülhetnek élő virágból, de azok nem tartanak túl sokáig, illetve vannak ezek a műanyag verziók, amelyek egészen változatos színvilágban és méretben állnak rendelkezésünkre, és az egyszerű frizurából is hirtelen egy nagyon mutatós kis darabot tud varázsolni, tehát az én most teljesen egyenesre vasalt hajamra, ha ráteszem ezt a kis hajpántot, már is tündérré változtam, persze egy kis igazítás szükséges, de összességében a legegyszerűbb frizurát is azonnal fel tudják dobni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha fesztiválra indulsz, és kedveled az ilyen színes, virágos témákat, akkor egy ilyet mindenképpen szerezd be. Szót kell ejtenem még az egyik legújabb személyes kedvencemről, ami pedig ő lenne. Elsőre egy nyakláncnak tűnik az egész, de valójában, ha szépen be tudom igazítani, akkor meglátjátok, hogy milyen vagány és mutatós kis indiai hatású fejdíszről van szó. Most nem tudom, hogy a hajdísz dobja meg jobban a szemem, vagy a szemem a hajdíszt, de ez most szerintem így egy nagyon vagány kis párosítás, és akkor itt még tudjuk tűrni a hajunkat, csavarni erre, arra, amerre akarjuk, de ez is egy olyan kis dekoráló lehetőség, amivel nem kell sokat bíbelődni így a hajunkkal, de mégis egy nagyon kis laza,
bulis és bohém véleményed a hajunknak. Biztosan találkoztatok ti is azzal a trenddel, amikor a lányoknak fel van kötve a hajuk mondjuk két kis gombócba ide, vagy két cofba oldalra, és gyakorlatilag az elválasztásnak a területe az nagyon-nagyon csillámporos. Na most hogyan is lehet oda felvinni azt a csillámport? Nagyon egyszerű módon. Először is fogjunk egy adag hajzselét, amit aztán keverünk össze csillámporral. Nem kell nagyon különleges csillámporra gondolni, ilyenkor hupi csillámokat is bátran használjunk, hiszen nem a szemünkbe vagy a szánkba fogjuk kenni, hanem csak a hajunkra, amiből könnyedén ki tudjuk mosni. Szóval a hajzselét csak egyszerűen keverjük össze a csillámporral, és hogyha készen van az egyveleg, akkor egyszerűen vigyük fel a hajtőre, húzzuk szét a hajunkon, és voilà, készen is van a csillogós frizura. Végül pedig következzen az utolsó csoport, amikor is a bőrünket tudjuk egy kicsit dekorálni, és igen, itt most a tetoválásra gondolok, azonban két barátságos verziójára, az egyik a csillámtetoválás, a másik pedig az aranytetoválás. Az aranytetoválással van a legegyszerűbb dolgunk, ugyanis a mintán kívül már csak vízre van szükségünk ahhoz, hogy ezt fel tudjuk tenni, és hogyha kivágtuk azt a kis mintát, amit a bőrünkre szeretnénk tenni, akkor egyszerűen csak helyezzük a megfelelő pozícióba, majd pedig egy vizes vattával nyomkodjuk át teljesen úgy, hogy a fehér hátsó kis papírja az teljesen elázzon. És ha várunk egy picit, akkor csak óvatosan emeljük le ezt az átázott fehér részt, és voilà, már is a bőrünkön van az aranytetoválás, ami pár napig biztosan a helyén marad, és a leginkább arany, illetve ezüst kombinációban elérhető. Nekem egyébként ez a színvilág a kedvencem, ilyen bőrdekorálásban, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök, de természetesen rengeteg egyéb színben is találtok, még hogyha utána néztek az interneten. A másik pedig a csillámtetoválás, ami egy hangyányi gyakorlást, illetve egy picivel több termék igényel rendelkezik. Nos, ha megvan a mintánk, ami jelen esetben nekem most egy kis csillagzat, illetve csillagrendszer itt a kezemben, az üresen maradt részeket kenjük át egy különleges csillámtetováláshoz használatos ragasztóval, és várjunk 10 percet. Az alatt szépen átlátszóra szárad, illetve minél tovább várunk ezzel a száradással, annál tartósabb lesz a végeredmény, majd pedig az egészet színezzük csillámporokkal úgy, ahogy nekünk tetszik, használhatunk ecsetet hozzá, használhatjuk az ujjainkat is, én magam részéről inkább az ujjas színezést kedvelem. Aztán még persze ott van a henna, ami nagyon sokak kedvence, illetve ne feledkezzünk el a körömlakkozásról sem, hiszen ott is aztán nagyon jól ki lehet élni a kreatív hajlamainkat. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a kis három részes fesztiválra való készülődős videósorozatom. Ha így lenne, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, aki fesztiválra készülődik. Tessék pezsegni, hölgyeim és uraim, hamarosan találkozunk egy új videóban. Addig is minden jót. Sziasztok!